Idézetek két másodfokú ítéletből. Szegedi ítélőtábla, 2012. április 26-a. A deviza alapú kölcsönelszámolás éppen azt jelenti, hogy deviza értékesítés, vagyis átváltás nem történik. A kölcsön jogügyletben deviza értékesítés, eladás és vétel, tehát nem történik. A hitelező különbözeti árrést nem alkalmazhat. Mintha vétel és mintha eladás jogilag nem létezik, értelmezhetetlen. A virtuális szolgáltatásért pedig legfeljebb virtuális ellenérték jár. A bank olyan szolgáltatásért számít fel ellenszolgáltatást az adósnak, amelyet számára nem is nyújtott. Tisztességtelen a kölcsönszerződésbe foglalt azon kikötés, amelynek alkalmazásával a kihelyezéskori és törlesztéskori eltérő deviza árfolyam elszámolása eredményeként a bank ugyanazért a szolgáltatásért a fogyasztótól kétféle, kétszeres ellenszolgáltatást követel és kap. Ez a bank oldalán nyilvánvaló egyoldalú előny, a fogyasztó oldalán indokolatlan hátrány. Összességében az ítélő tábla álláspontja szerint a deviza alapú kölcsönszerződés, mint magánjogi ügylet alapján a pénzintézet devizát jogi értelemben sem nem bocsát a másik szerződő fél a kölcsönvevő rendelkezésére, az adós nem rendelkezik semmilyen deviza felett, ezért nincs mit eladnia, a bank pedig nem tud mit vételi árfolyamon a folyósításkor megvásárolni. Fővárosi Törvényszék, 2012. december 7-e. Az egyes konkrét kölcsönszerződésben kizárólag olyan költség számolható fel, mely korábban közzétételre került. A korábban nem közölt és a kölcsönszerződésben felszámított költségen felül további költséget felszámolni a szerződés teljesítési szakaszában sem lehet, feltéve, ha a teljesítés szerződésszerű. A rendelkezésre álló iratok nem tartalmazzák, hogy a THM számítására pontosan milyen költségek figyelembevétele mellett került sor, illetve hogy a figyelembe vett költségek az árfolyamrésből, azaz a deviza vételi és eladási árfolyamának különbözetéből adódó költséget magukban foglalják-e, vagy sem. Az alperesek azonban a második tárgyaláson egyértelművé tették, hogy az induló THM számítására az árfolyamrésből adódó költségek figyelembevétele mellett került sor. A hiteldíjnak minden a kölcsön felhasználásával kapcsolatos fizetendő költséget tartalmaznia kell, nem tekinthető tehát kivételnek ez alól az árfolyamrésből adódó költség. Minden költség, így az árfolyamrésből adódó költség is, a szerződés részévé kell, hogy váljon. A másodfokú bíróság szükségesnek véli a fellebbezési ellenkérelemben felhozottak okán rámutatni arra, hogy az árfolyamrés nem azonosítható az árfolyam változás fogalmával. Az árfolyamrésre nem irányadóak az alperesek által hivatkozott bírósági ítéletben kifejtett azon elvek, miszerint az árfolyamváltozás a hiteldíj mutatóban nem szerepel, nem feltüntethető, előre nem becsülhető. Mindezek alapján a másodfokú bíróság a peres felek 2006. november 14-én kötött kölcsönszerződésének a HPT 213. paragrafusa első bekezdésének C pontján alapuló semmiségét állapította meg. Az OTP nem fogadta el az ítéleteket. Fellebezni már nem tud,
próbál hibákat keresni a bíróságok munkájában. A kúriának kell döntenie, hibázott-e a másodfokú bíróság. A következő, az ötödik részben összefoglaljuk az eddigieket, mind a négy rész tartalmát. Aki nem tudja mennyi egy meg egy, azt becsapják a bankok. Olvasd az ítélet részletét. A másodfokú bíróság szükségesnek véli rámutatni arra, hogy az árfolyamrés nem azonosítható az árfolyam változás fogalmával. Az árfolyamrésre nem irányadóak az alperesek által hivatkozott bírósági ítéletekben kifejtett azon elvek, miszerint az árfolyamváltozás a hiteldíj mutatóban nem szerepel, nem feltüntethető, előre nem becsülhető. Ismernünk kell az árfolyamrés és az árfolyamváltozás fogalmát, hogy észrevegyük, ha a bankok félre akarják vezetni a bíróságot. Tanulnunk kell, hogy megmaradjon otthonunk és családunknak nyugodt élete legyen. El tudod képzelni, hogy a bíróságot megtévesztik és becsapják a bankok? Mindent megtesznek, hogy befolyásolják a bíróságot, még valótlan állítástól sem riadnak vissza.